A hétközi edzésen bokasérülés szenvedő Lekli József nem tudta vállalni a játékot, így a meccs előtt tovább nőttek a palánk alatt amúgy is erős vendégek esélyei. Az első negyedet 9 ponttal nyerte a négy amerikai légióst és a válogatott Lóránt Pétert pályán tartó Fehérvár, amely előnyéhez újabb 6 pontot tett hozzá a második 10 percben. A nagy szünet után zárkózni kezdett a házigazda olyannyira, hogy a 26. percben már csak 4 pont volt a két csapat között a különbség. Az Alba azonban újítani tudott, ismét ellépett a nyíregyháziaktól, akik nem adták fel, látványos kosarakat szerezve küzdöttek, de ez ezúttal csak a tisztes, 10 pontos vereséghez volt elegendő. Akik látták a találkozót, azok láthatták, hogy volt tartása a csapatunknak, és mindenki küzdött, és megpróbáltunk megtenni mindent a győzelemért, és úgy gondolom, hogy egy ötször nagyobb költségvetéssel működő csapat ellen mindenféleképpen szép teljesítményt nyújtottunk. De természetesen nem vagyok elégedett, hiszen nem nyertük meg ezt a találkozót, és volt esélyünk. A döntő szituációkban sajnos mi mindig olyan helyzeteket választunk, olyan megoldásokat keresünk, amik nem alkalmasak rá. Tudom, hogy nem lehet mindig kontroll alatt tartani mindent, de amikor hosszabb játékokat játszottunk, amikor játszottunk a támadó idővel is egy picit, akkor mindig jó helyzetekben tudtuk befejezni a támadásokat, és jó eredménnyel, nagy részt kosárral. A vendégek edzője szerint a két ellentétes félidő ellenére végig kontrollálni tudták a mérkőzést. Mint minden meccsenek, ennek is voltak olyan periódus, amikor egyik csapat egy kicsit jobb másiknál, egy ilyen, tehát a kosárlabda egy ilyen játék, lehetett mondani, ilyen periódusok vannak. Nekünk az első fél időben inkább jó periódusok voltak, mint a másodikban, a hazai csapatnak pedig a második fél időben. Szóval egy olyan meccs, de szerintem meg is valahogyan nekünk sikerült kezünkbe tartani a meccset. A forduló további eredményei: Szeged-Szombathely 105-96, Körmend-Szolnok 89-78, Kaposvár-Jászberény 95-80, Sopron-Mavsz 91-87, Kecskemét-Pécs 64-75 és Zalaegerszeg atomerőmiese 83-69. A tabella élén az atomerőmiese áll 9 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Körmendet és Szolnokot. A Marsó-Nyíregyháza 3 győzelemmel és 9 vereséggel a 12. helyen várja a januári folytatást.